estét kívánok! Augustinus szerint három idő van. Jelen a múltról, jelen a jelenről és jelen a jövőről. Ennek szellemében ünnepelte 20. születésnapját a 2. számú gyakorló általános iskola. 1976. szeptemberében csengettek be először egyetemünk 2. számú gyakorló általános iskolájában. Az első hetekben padok, asztalok híján földön ülve tanultak a gyerekek. Majd a tanárok fokozatosan kialakították a szaktantermeket, beszerezték a tanításhoz szükséges szemléltető eszközöket. Pár év múlva nyoma sem volt a kezdeti nehézségeknek. A 80-as években a 2. gyakorló a város egyik legkorszerűbb és legjobban felszerelt iskolájának számított. 1982-ben az iskola gazdája, a tanárképző főiskola a Janus Pannonius Tudományegyetem részévé vált. Megkezdődött a tanárképzés egyetemi szintre emelése. Ma a 26 szakvezető tanár évente 250 hallgató kis tanárképzésében vesz részt. A 20 éves iskola új kihívások elé néz. Tanárainak 1998-ban a Nemzeti Alaptanter szerint kell tanítani, s küszöbön áll a tanárképzés gyakorlatának megreformálása. Ha egy nagyon rövid históriát mondhatok, két nagy ütembe adták át ezt az épületet. Első nekifutásra ez a szárny épült föl, amelyben most is vagyunk, ahol még kevéssé érvényesültek a takarékossági elvek. Egy látványos magyarázat ennek, vagy bizonyítéka a széles folyosó, ami a gyerek szempontjából rendkívül fontos lenne. A másik épület szárnya már csak a fele. Nem tudom, mennyit takarítottak meg vele, de biztos, hogy így is jó volt. Nem volt konyhánk, nem volt tornatermünk, és hiányzott, mondom, a másik épület szárny. Na most ez persze számos nehézséget okozott. Más házára jártunk a gyerekeket étkeztetni, kísérgetni őket naponta többször is. Az egész környék rendkívül elhanyagolt volt. Hát az építkezés egyáltalán föltételez, ezt mindenki el tudja képzelni. No, a második esztendőre aztán befejeződött a tornaterem. A tornatermet az épülettel összekötő, tessék kapaszkodni, szakszó jön, nyaktag, ronda, de ez a neve. Beüzemelték a konyhát, sikerült azonnal személyzettel is ellátni, és fölépült az alsó tagozatnak és a humán tantárgyaknak az másik épületszárny, ami a Rókus utca felé terjeszkedett. Aztán egy kicsit később az udvarát teljesen rendbe hozták, némi üggyel, bajjal, de azt hiszem, hogy a város egyik legszebb sportudvara, az egyik akkor legalábbis legkorszerűbb iskolája. Nem azt mondom, hogy tejjel, mézzel folyó kánoán, de minden igényt kielégített. Nagyon nagyot lendített a lehetőségeinken az, hogy azonnal elindítottuk az angol tanítást, méghozzá az alsó tagozatban, később már egészen le az első osztályig, ami igen nagy vonzerő volt, hiszen tessék belegondolni, 20 évvel ezelőtt még gyerekcipőbe járt a városban az angol tanítás. Ez a különösképpen az értelmiségi szülők számára volt vonzerő. Most én nem vagyok értelmiségi mániás, de van egy olyan, hogy csak ugyan azok a szülők, akik felismerték annak a lehetőségét, hogy 5-10-20 év múlva enélkül a tudomány nélkül, illetve nyelv nélkül nem fog boldogulni a gyerek. Na most ennek köszönhetjük azt, hogy nagyon sokan jöttek, és akkor még egy ilyen nagy lendítő erő volt az, hogy viszonylag korán bevezettük az egyműszakos oktatást, tehát az alsó tagozat is délelőtt járt iskolában, most ebből az következett azonnal, hogy a környéken lévő oktatási, tudományos, kulturális intézmények, üzemeknek a dolgozói nagyon szívesen hozták ide a gyereket, hiszen reggel jövet, lepakolták, menet, fölszedték őket és vitték haza. A gyakorlóiskola nem csak közoktatási feladatokat lát el, fontos terepe a tanárképzésnek. A pedagógus jelöltek tanítási gyakorlatokon és hospitálásokon, óralátogatásokon vesznek részt. A tanárképzésnek az a klasszikus értelemben, hagyományos értelembe vett hivatást és szakmát adó jellege az egyre jobban elhalványult. Valamikor, amikor itt elkezdtük a tanárképzést, akkor kiváló metodikusok,
segítették a hallgatók munkáját. Ha szabad, meg is említenék néhányat, nem minden elfogultság nélkül, de hadd kezdjem. Elhunyt nagyon kedves barátommal, Bernát Jánossal, aki a történelemnek volt nagyapostola, de nyugodtan hivatkozhatok Vörös Józsefre, az irodalomtanszéken, Hoffmann Ottóra, aztán a kémia tanszéken, a Hoffer fizika tanszéken, a Berkes, és sorolhatnám. Hát a testnevelők azok szinte itt laktak, szívesebben jártak hozzánk, mint a saját tanszékükre, de amellett, hogy a szakmát tanították, azt is megtanították, hogy azt a szakmát hogyan kell a gyerekeknek átadni. Most számomra úgy tűnt aztán egyre inkább, ahogyan itt az egyetemi válás folyamat elindult, hogy ez mintha háttérbe szorult volna. Az elmúlt évben Zsolnay József irányítása alá került tanárképzőintézet célul tűzte ki a tanárképzés megreformálását. A gyakorlóiskoláknak, a karoknak és az intézetnek közös feladata, hogy kidolgozza a gyakorlati képzés programját. Az intézet munkatársai részletesen leírták, hogy milyen képességekkel, tudással kell rendelkeznie a szaktanároknak. Zsolnay tanár úr a tanárképzés programját radikálisan szeretné megváltoztatni. Ezzel mi szakvezető tanárok is egyetértünk. Úgy érezzük, hogy egy nagyon szoros közös összefogásra van szükség tanárképzőintézet, gyakorlóiskolák szakvezető tanárai és a szaktanszékek szakmódszertanosainak bevonásával. Tantestületünk egy része megijedt, hiszen elég magasak az elvárások. Mégis úgy érzem, hogy olyan időket élünk, amikor tudomásul kell venni mindannyiunknak, hogy jóval magasabb szintű oktatásra, szakmai képzésre van szükség. Tantestületünk nyitott a továbbtanulás iránt. Jelenleg is elmondhatom azt, hogy tantestületünk nagy része azért, hogy helyt tudjon állni ennek az új kihívásnak, az új elvárásnak, jelenleg is tanul, szervezetten továbbképzéseken vesz részt, netán szombatjait vagy délutánjait áldozza azért, hogy másoddiplomát szerezzen, a NAT-ra készüljön fel. A Nemzeti Alaptanterv, a NAT 2 év múlva kerül bevezetésre. Az iskoláknak önállóan kell kidolgozniuk tanterveiket. A tanárképzési reformhoz kapcsolódó átvilágítás, azaz a gyakorlóiskolák erős és gyenge pontjainak feltárása összekapcsolódik az iskola jövőképének kidolgozásával. Az iskola vezetői kérdőíves felmérést végeztek a szülők körében. Felmértük belső erőforrásainkat, tartalékainkat, lehetőségeinket, az iskola jelenlegi profilját, arculatát figyelembe véve, hogy milyen irányba tudunk kimozdulni a jövőt illetően. A szülők felmérése a következő képet mutatta. A felső tagozatban 57% kéri, hogy a 8 osztály maradjon, hiszen a városban nagyon jól működő, hagyományosan jól működő középiskolák vannak, ahová szívesebben küldenék gyerekeiket. Az alsó tagozatban viszont a szülőknek több mint fele úgy gondolja, hogy jobb lenne, ha itt maradnának a gyerekek a 12 év folyamon keresztül. Megkérdezték az iskolában tanító tanárokat is. 4 lehetőség közül választhattak. Marad a 8 osztályos iskola, vagy 6+6 rendszer, esetleg integráció az egyes számú gyakorló általános iskolával, vagy szövetség a Babics gyakorló gimnáziummal. A kollégák közül 27-en szavaztak a Bokor iskolára, 11-en a 6+6-os belső erőforrású változtatásra, és mindössze 10 kollega képzelte el úgy, hogy maradjunk a 8 évfolyamos hagyományos iskola mellett. A Bokor iskola azt jelenteni, hogy egy hagyományosan jól működő középiskola egy vagy több általános iskolával, amelyet jónak tart, egy szerződést, tervezetet köt, hogy átvenni a tanulóit a 8. évfolyam után, biztosítva természetesen az önálló választás jogát és a 10. évfolyam utáni szelektálásnak a jogát. Az elmúlt évek beiskolázási statisztikája vezetett bennünket ebben az irányban. Évről évre nagyobb százalékban célozzák meg végzett tanulóink a Babics gimnáziumot. A beiskolázási statisztika azt is kimutatja, hogy az iskola előkelő helyet foglal el a városi rangsorban. Az iskolára nagyon büszke vagyok, és én is gimnáziumba szeretnék tovább tanulni, utána pedig egyetemre, ahogy nagyon sokan tették ebből az iskolából.
Szerintem is, és azt hallottam én, hogy nagyon sokan mennek gimnáziumba, és jó eredményeket érnek el, és rengetegen kerülnek be egyetemre, ebből az iskolából. És ti mit gondoltak, a ti iskolátok a városi rangsorban hol helyezkedik el? Szerintem az első. Az elsődben biztos benne van. Az iskola egykori tanulói közül többen jelentős sikereket értek el. Alkotásaikat az iskola történeti kiállítás mutatja be. A jubileumi gála műsoron volt és mostani diákok együtt léptek fel. Egy példát. Például itt ez a lámpa, itten. Mondjuk legyen ez a lámpa a nap, ugye szabad térben mozgó test. Aztán itt ez a mágnesvas, mondjuk, vagy legyen ez a gravitáció, nem, legyen mondjuk a lámpa a föld, ugye, és ez a mágnesvas pedig itten legyen a nap. Na most a mágnesvas a lámpa bal oldalát világítja meg. De Mici, ne legyél már olyan nehézfejű. Igenis, most úgy van, hogy ez világítja meg eztet, és nem a lámpa eztet. Na most, ugye ez meddig van így? Addig, amíg el nem fordítjuk a lámpát. De hát ezzel még mindig nem érünk semmit, mert így még csak a nappalok és az éjszakák változnának. Tehát, a Földnek el kell mozdulnia. Mondom, el kell mozdulnia, a fenébe el kell mozdulnia. Na így, ez az. Tessék, és mégis mozog a Föld. Hát arról pedig már igazán nem én tehetek, hogy a lámpa leszakadt. Rosszul volt felrögzítve. A csavar az nem működött. És azt pedig szinte egyértelműnek tartom, hogy a hálátlan és értetlen bírák vacsora helyett kilöktek a cselédszobába, és rám zárták az ajtót. De hát Galileivel is pontosan ugyanezt csinálták. Ne pulci move. Esettanulmányversenyben első. Rangos elismerésben részesült a közgazdaságtudományi kar két oktatója. Szeretném először is hangsúlyozni, hogy ez egy esettanulmány volt, amit egy kollégával, Vörös József professzor úrral együtt készítettünk, egy magyar termelővállalatról. Október közepén a CIMEN, a Közép- és Kelet-Európai Menedzsmentfejlesztési Egyesület, egy ilyen nemzetközi konferenciát szervezett, amelynek a témája
közép- és kelet-európai térség fejlődése, átmenet a tervgazdaságból a piacgazdaságba címet viselte, mégpedig úgy, hogy a második ütem, vagy angolul a stage two, mi azt jelenti, hogy talán azon túl vagyunk, hogy átalakult a gazdaság, és most kicsit hasonló feladatokkal küzdködnek a vállalatok, mint szerte a világban, meg kell a piaci körülmények között méretni magát a cégeknek. Na most ez a konferencia egy plenáris ülésből állt, és utána az esettanulmányversenyből. A konferencia előtt néhány nappal kaptam egy telefont egy svájci professzortól, aki felkért arra, hogy a plenáris ülésen mutassuk be az esettanulmányunkat, mert olyannak találta, olyan esetnek találta, amely jól mutatja és példázza azt a vállalatot, amelyik átjutott az első fázison, tehát rendet csináltak, privatizálták a céget, rendet csináltak a cégen belül, és a második fázisban van, amikor már éppen azokkal a gondokkal kell szembenéznie, mint más bármilyen országban, fejlett országban lévő vállalatnak, nevezetesen hogyan kell jobban kiszolgálni a vevőt, milyen marketing tevékenységet kell folytatni, hogyan kell hatékonyan termelni, és így tovább. Tehát a plenáris ülésen mutattuk be sikeresen ezt az esettanulmányt, amely azután a második napon, amikor kihirdették az eredményt, a nemzetközi zsűri első helyen jutalmazta. A közgazdaságtudományi karon az esettanulmányok alkalmazása az oktatásban most már 4-5 éves, amikor szintén a Vörös József kollégával együtt a Harvard Egyetemen tanulmányoztuk azt, hogy hogyan lehet az esettanulmányos oktatást bevezetni. Azóta használjuk, ő a termelésmenedzsmentben, én a kollégákkal együtt a marketing oktatásában. Először a Harvard esettanulmányokat fordítottuk magyarra, azután elkezdtünk magyar esettanulmányokat készíteni, és hát most jutottunk el oda, hogy egy magyar esettanulmány megnyerte az európai esettanulmányversenyt. Ez elkészült magyar nyelven is, angol nyelven is, a magyar nyelvű változatát ebben az évben már két tantárgyban is oktatjuk. A közgazdaságtudományba, mint tudományba, a marketing hogy illeszkedik? A közgazdaságtudomány valójában két ágra oszlik. Az egyik maga a közgazdaság tan, amely az ország egészével, makrogazdasággal foglalkozik, és van az üzleti tudományok területe, amely a vállalati, a mikrogazdasággal foglalkozik. Ez a közgazdaságtudományi kar, amellett, hogy erősen alapoz makrogazdaságtanilag is, elsősorban a mikroszférában akar mikroszférának akar szakembereket képezni, tehát üzletember képzéssel foglalkozik, és mint ilyen a marketing ennek szerves vagy meghatározó részét képezi. A marketing egy olyan tudományterület vagy ismeretterület, amit szerintem mindenhol oktatni kellene. Akkor lenne igazán fejlődés a gazdaságban, az emberek együttélésében, hogyha mindenki egy picit megtanulná a marketing alapeszmét, ami az egymást tisztelt, a vevő kiszolgálása, mindenkinek van vevője, ha egy kicsit átvitt értelemben is értjük. Na most pillanatnyilag a marketing oktatása szervezett keretek között csak a közgazdaságtudományi karon folyik, úgy tudom, de természetesen a kapcsolódó területeken, mint a humán menedzser és az egyéb területeken szintén folyik marketing oktatása, amit a tanszéki kollégák végeznek, és újabban felajánlottuk azt, hogy tartunk marketing kurzust a táskaroknak is, illetve nyitott, bizonyos kurzusaink nyitottak a táskar hallgatói számára. Tehát részben úgy, hogy ide jöhetnek, részben pedig mi tartunk elegendő számú jelentkezés esetén külön kurzust például a bölcsészkari hallgatóknak. Önök az Universitas Televízió adását látták. Köszönöm figyelmüket, két hét múlva találkozunk. Viszontlátásra!